Ennél nyilván fajsúlyosabb ígéret az az, hogy az elszámoltatást ezt nagyon komolyan veszi, úgy fogalmaz, hogy senki sem fogja megúszni, és hogy utána jár, hogy mennyivel károsították meg Pécs költségvetését, például közbeszerzések túlárazásával és kőkemény számon kéréseket ígér. Hogyan? Igazából már most azt kell mondjam, hogy 12 ügyvédnél több is, több dolgozik azon, hogy milyen módszerrel kezdjük el a beiktatás utáni első napon az átvilágítást, milyen módszerrel, milyen tematika szerint melyik ügyeket vegyük előre, tehát mik legyenek a prioritások, és utána bizony nagyon gyorsan szeretnék eredményre jutni, és az első 100 nap végén a pécsieknek, a választóknak reményem szerint megválasztanak bennünket, eredményt fölmutatni és számon kérni. 12 ügyvéd önkéntes munkában, vagy őket Önkéntes. önkéntes munkába Maguk beálltak ebbe? jelentkeztek, nem most, most már nagyjából fél éve. Igazándiból gyakorlatilag nincs olyan ellenzéki program, amiben az elszámoltatás ne lenne fontos, annak ellenére, hogyha fordul a kocka és valaki ellenzékiből kormányra kerül, vagy hatalomra kerül, sikeres elszámoltatásról nem igazán hallunk. Miben mérni a sikerét ennek? Minden úgy kezdődik, hogy addig még nem volt. Tehát azért én ebben bízok. Én mindent tehát minden eredményt konkrét, számszerűsíthető, mérhető, konkrét eredményekben mérek.